Sokáig azt hihettük, hogy az év legszégyen teljesebb pillanatához elég lesz egy korábbi katolikus papot propaganda módszerekkel porigalázni, vagy éppen mesterségesen feszültséget kelteni a magyar-szlovák határon a szlovák választások előtti hetekben. De aztán elérkezett december közepe, az utcai harcos Brüsszelbe ment és úgy égette le magát, hogy a füstje még a karmelitából is látszódott. Történt ugyanis, hogy Orbán Viktort a német kancellár vezetésével Európa tisztességes miniszterelnökei a folyosóra küldték kávézni, még ők éppen az unió fontos kérdéseiről, például Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséről döntöttek. Klasszikust idézve, a magyar miniszterelnökre egy valós feladat vár csupán, hogy ne felejts el felhúzni a slitz cipzárját, mielőtt kilép a mosdóból. Orbán jött, látott és zsebre vágta az év legszégyenteljesebb pillanata címet.